Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Itt vagyunk a Legyél te is milliómos második részével, amiben Kenryvel folytatjuk, ugye neki hátra maradt még egy játéka, csak az Hey-ho. előző rész nagyon hosszú volt. Szia Kenry, bocs, hogy nem hagytál a szóhoz jutni. Nem vagy. Úgyhogy akkor kezdhetjük a második játékot, kedves Kenry. Kezdhetjük. Hát akkor... Első kérdés. Mit kapott, akinek a vásárból ajándékot hoztak? Búcsú poharat, madár látta kalácsot, vásárfiát, vagy vásáros fiát? A Most... vásáros fiát, bocsánat. Most... az a helyzet. Meg fogsz állni, de fogalmam nincs. Nem mondod komolyan. Ajándékot hoztak a vásár. Figyelj, soha nem hallottad még azt, hogy mit tudom én, megjöttem és hoztam neked egy kis... kalácsot. Hát, akár kalácsot is hoztak volna, de... aki a vásárból, mit lehet venni a vásárban? Tehát te mit veszel a vásárban? Hát figyelj, a vásáros fiát valószínűleg nem, ha csak nem emberkereskedők vannak ott, de... de... aki, várja, búcsú poharat, az... ezt valahol már hallottam, hogy búcsú poharat. De az nem búcsú az. Pohár. Ez nem az, az más. Várjál, ilyenkor az a napján szoktam elindulni, hogy ugye, hogyha kettő nagyon hasonló van, akkor biztos az egyik, és ezzel akarnak összezavarni. Tehát, hogy ezen az alapon nagyon halványan ugyan, de az A-t és a B-t kizárom. Tehát most vagy vásárfiát, vagy a vásáros fiát. Dobókocka? Mivel a vásáros fiát azt nem bírtad kimondani először, úgyhogy én a C-t jelölném meg. Vásárfiát? Igen. Akkor nézzük a C-t, és valóban... vásárfiát, hoztam neked egy kis vásárfiát, kisunokám. Kisunokám! Hogyan alszanak a denevérek? Repülés közben fejjel lefelé, állva, más fészkébe bújva. Bruce Wayne lakásában. Ugye Batman. Hát fejjel lefelé, de ez túl egyértelmű, nem? Akkor jelöljük meg a B-t. Jelöljük meg. Na hát akkor B, mint denevér. B, mint Batman. Így van. Melyik egy Donald Sutherland főszereplésével készült kém film címe? Tessék szűz, itt a Donald. Szűz a szalmakazalban, tű a szénakazalban, lencse a hamuban, konkoly a búzában. Hát szerintem ez ennyi pénzért túl egyszerű kérdés. Ki az a Donald Sutherland? Donald Sutherland, azért egy elég híres amerikai filmszínész. A biztos, én nem hallottam még róla. 100%, hogy láttad már filmekben. Szerepelt például hogyha, a... hogyha el tudnád mondani, hogy hogy néz ki, akkor talán. Mondom, szerepelt például a... Éhezők viadalában. Na hát azt se láttam. Ő volt... ja nem, hát akkor... a bosszú börtönében. Például. Most tudod, hogy hol vagyok. Sehol. Ahol a part szakad. No? Ja, ez ugyanúgy az előző logikánál indul, hogyha két hasonló van, akkor másik kettőt kizárom. Tehát ugye kizárom a C-t és a D-t, akkor maradt az A, szűz a szalmakazalban, és a B, a tű a szénakazalban. Na most annak, hogy szűz a szalmakazalban nem sok értelme lenne. Hát nem. Tehát ugye mit csinál az ott? Meg mi jelentősége van annak, hogy szűz, hogyha egyszer a szalmakazalban van ugye? Akkor... annyira halvány tipp, és hogy akkor inkább úgy vagyok vele, hogy vagy a végén bukjak el, vagy az elején, de hogy így középen ne. Úgyhogy itt még bőven megmerem jelölni azt, amiben nem vagyok biztos, úgyhogy a B-t, de teljesen nem vagyok benne biztos. Hát akkor lássuk, B. Kenry B. Igen, igen. És valóban, tű a na, ezt viszont tényleg nem tudtam. Láttad a filmet? Nem, de meg akarom nézni. Mert egyébként a színész nagyon kedvelem. Jó, minek az oltásához használják az oltóvesszőt? Állatok, mész, tűz vagy növények? Most az állatokon mit kell oltani? Tehát, hogy kigyulladtak, vagy? Nem értem a kérdést. Hát, hogy az, hogy oltó, azért az eléggé több jelentésű lehet. Több értelmű. Ja, tehát, hogy elkezdik őt szídni? Hát nem pont erre gondoltam, de... de tűz oltása, tehát az miért nem vizet használnak hozzá? Na várjál, figyelj, menjünk sorba. Az állatokat szokták-e oltani?
oltással például. Jó, ja, doktor bácsi? Például, igen. Ja, igen, de hát ugye az okay, miért, használna, akkor miért használna vesszőt? A meszet szokták-e oltani? Igen, oltott méz, de az kémiai igen, folyamat. Igen, a tüzet más. Szokták-e oltani? Igen. A növényeket szokták-e oltani? Nem, hát ugye kigyulladnak. Igen, de akkor szerintem tűzoltás. Tehát, hogy akkor a növényeket nem oltják. Most, igen, tehát most... Jó. De mindegy. A meszet az oltják, viszont a mészoltás az már egy kémiai folyamat. Igen. Az állatokat meg minek oltanák vesszővel? Nem? Tehát, hogy az nem tűt. Segíthetek! De az tűt kell használni, tűdü. Nem? Nem? Ebből is kiindulhatsz, hogy igazából az, hogy az ott, tehát melyik oltásához mit használnak. Ebből is ki lehet oldani. Az állatoknak nyilván tűt használnak, ugye egyértelmű. A mészhez mit használnak oltáshoz? Szóval itt azért ne ragadjunk le ennyire szerintem az elején, mert... Jó, kérdezzük meg a közönséget, na. Hát akkor lássuk. Én már most tudom, hogy melyik lesz a nagyon egyértelmű. Én a C-t jelöltem volna. Hújj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 új
Mert lehet, hogy a közönség okos. Meg én is akkor. De dét, de... De mindegyiket nem oltják, nem? Jó, de jelöljük meg a dét, legyen igazad. Hogy ne oltanák te? Hogy ne oltanák a növényeket te? Hogy? Mit oltanak rajta? Oltókéssel. Meg oltóvesszővel. Mi az, hogy oltják? Meg kigyulladt, vagy beteg? Nem tudom elmagyarázni. Te is próbáld. Melyik osztrák városban született Mozart? Grazban, Linzben, Bécsben, vagy Salzburgban? Mozart a... Nem ő volt az, aki süket volt, nem? Ő a Beethoven volt. Ja, igen, de Beethoven egy kutya. Is. Ja, igen, meg ugye Beethoven német. Vagy azt hiszem német volt. Miért is Mozart? Jó, hát Mozart is, de... Hát akkor meg... Jó van, na, azt tudom, hogy... Ez fair volt. Azt tudom, hogy Mozartot Beethoven... fordítva, tehát Beethoven Mozart tanította. Jó, Graz, Linz, Bécs, Salzburg. Nem Bécsben. Ebben szinte biztos vagyok, hogy nem Bécsben. És Linz. Na most, hogyha abból indulok ki, nagyon hülye Kerry logika lesz, de próbáld meg követni, hogy van Mozartnak az a... Most próbáld meg ezt nem félreérteni, de vannak azok a golyói, amiket meg lehet enni. Ezt nem lehet nem félreérteni, tudod, de igen. A... Igen. Meg van a Linzer, ami ugyanúgy egy étesség. Így van. Akkor a kettő az miért lenne ugyanaz? Tehát, hogy a B-t azt kizárjuk. Jó, akkor kizártad már a C-t meg a B-t. Igen. Akkor maradt az A és a D, azok ami van? Graz. Az egyáltalán osztrák? Osztrákiában van. Hát a nevéből ítélve igen. Osztrákiában van. Jó van, na. A vagy B. Vagy mi A vagy D. Kocka. Kocka? Kockázzunk. Hogyha páros, akkor D, hogyha páratlan, akkor A. Na lássuk. 6. D. D. Salzburg, megjelöljük, és... Na. Az. Ez nem hiszem el. Mondom, hogy cinkelt kockákkal játszol. Milyen az a cinkelt? Nem ér. Az milyen? Tiltott eszköz. Csalásra minősülő. És így elképzelem, hogy így a játékosok oda viszik a legyenül és minimum stúdiójába dobó kockát. Ja, mekkora lenne már. Igen. Mindenki azzal megy. Következő kérdés. Melyik fém ötvözetei az amalgámok? Higany, cink, vas vagy nikkel? Esetleg a mangán olló. Ezt nem értem. Nem baj. De összesen magyarázd el. Nem láttad a Nikóval készült Millió most, igaz? Ezek szerint. Ja, de láttam. Abban volt ez a... Az a baj, hogy nem tudom, hogy ki... A Nikó nekem róla a GTA 4 jut eszembe, és így ennyi. Na, maradjunk a tárgynál. Tehát melyik fém ötvözetei az amalgámok? Az
Várj, a vas az... nem. Abban biztos vagyok. Aztán a nikkel, az sem, bár azt nem tudom, hogy miért, de az nem, de hogy ezt tudom, hogy nem tudom a nevüket, de a C és a D az biztos nem. Akkor marad a higany és a cink. Igen. Na most, hogyha cink van valamiben, az ugye elég cink. Hát, igen. Ezek a szóvicek. A cinkes, igen, igen. Hatalmas, zseniális. De cink szinte mindenben van. Tehát nagyon sok mindenben van, tehát testápolókban, mindenben van cink. És most mégsem mondod azt egy testápolóra, hogy jé, ez egy amalgám. Higanyt jelölném meg. Legyen az A? Igen, majdnem biztos vagyok benne, hogy a higany. Hát majd most kiderül, hogy mennyire kellett volna biztosnak lenned, vagy sem. És jó, az, jó. Valóban. Jó, én igen, ezt majdnem volna. Biztos voltam benne. Jó. Megyünk tovább akkor a következő kérdésre, amely így hangzik. Ki Robert Redford partnere a Nagy Balhé című filmben? Charles Bronson, Paul Newman, Henry Fonda vagy Steve McQueen? Már leesett a kockám. Megvan. Akkor a kocka el van vetve, nem? De egyébként ez is milyen hülye? Tehát magyarban nem használunk szenvedő szerkezetet. Ó, Gary. A kocka el van vetve. No? A filmet láttam, de a színészekre nem emlékszem. Tehát, hogy ki az a Robert Redford, mert ugye nevét már hallottam. De fogalmam sincs. Valahogy nekem ez a Paul Newman ismerős. Charles Bronson biztos, hogy nem játszott benne. Harry Fonda biztos, hogy nem játszott benne. Steve McQueennek is hallottam már a nevét, de fogalmam sincs, hogy hogy néz ki. Paul Newman. Nekem valamiért ez ugrik be, így elsőnek. Akkor? Jelöljük meg. A B-t? Ilyen hamar? Hát meg vagyok lepve. Miért? Meg vagyok lepve, hogy ilyen hamar tudtál dönteni valamit. Nem, ez... Nem akarok... És az! Jaj, hál' Istennek. Nem akartam itt sokat elidőzni, mert elment a képernyő. De nem akarok itt sokat elidőzni ilyenekkel, mert... Nem mozgass el a Ja, tudom irányítani. Jaj, de jó. Igen, légy szíves. Kivezette a vesztes seregeket 1848 őszén a pákozdi csatában? Telefonálunk. Már most azonnal? Igen, történelem, fúj, telefonálunk. Hát jó, de azért elmondom, Bem, Görgei, Metternich, vagy Jelasics. Én akkor áthúzom. Bemre tippelnék, de szinte biztos vagyok benne, hogy rosszul tippelek. Szóval... Akkor áthúzom Kriszta TS-en, jó? Jó. User was moved to your channel. Na, szia kedves Krisz, itt vagy? Halló? Igen, itt vagyok. Na figyelj, egy történelmi kérdés fog következni, ahogy az óra elindul, Kenry a szó, tessék. Szia, szeretni fogod. Kivezette a vesztes seregeket 1848 őszén a pákozdi csatában? Bem, Görgei, Metternich vagy Jelasics? Tehát kivezette a vesztes seregeket 48 őszén a pákozdi csatában? Bem, Görgei, Metternich, Jelasics. User was moved out of your channel. Ki vagyok hát veled, segítve barátom. Nagy segítség volt, valóban. Köszönöm szépen. Hát ennyi volt, lejárt az egy perc, kénytelen voltam visszahúzni. Fél perc. Vagy fél perc, de hát a kép viszont Jelasicsot jelölte meg, úgyhogy hihetsz neki. Vagy sem. Igen, na most kérdés, hogy hihetek-e? Na, az az igazság, hogy a gép az ilyenkor úgy segít, legalábbis az a tapasztalatom, hogy akkor, amikor még könnyű kérdések vannak, szinte biztos, hogy jól válaszol. Most kérdés, hogy ez várja, hát 15 kérdés a van. A közepénél vagy, ez nagyjából. Hát szóval tehát azért mondom, segít-e? Hogy a fene tudja, hogy most nem tudom. Tehát tényleg, ebben nem tudok segíteni, mert nem tudom. Jaj, Csavinyó. Az a baj, Kenry fogalmam. 26. Fogalmam sincs. Figyelj, úgy van még egy feleződ. Persze, most használjam el még a feleződ is. Aztán még mindig kockáztál. Hát figyelj, nem fogsz szégyenbe maradni. Ugye előző adásban 3 milliót nyertél. Hát épp azért most annál kevesebbet vigyek el.
Na de add össze a kettőt. Na jó, de hát akkor is. Én nem szívesen bukok el többet, mint az előbb. Meg egyébként ki a halál, az a jelasíts, tehát hogy így... Csak játék, móka, hát most... Jó, legyen a jelasíts. Akkor... mehet? Mehet. Na lássuk. Jól tippelte a gép. És... jól tippelt a gép. 500 000 megint. Most már megint közelítesz. Jó, akkor a következő kérdés, Kenri. Jó. Mi a teljesítmény SI mértékegysége? Joule, watt, lóerő vagy newton? Majdnem biztos vagyok benne, hogy a watt, ugye, várjunk egy kicsit. Newton az erő, joule a munka, vagy nem? Nem, várjál. Hát a watt az... a watt a teljesítmény, nem? Én nem mondhatok semmit. Főleg ilyen nagy tétnél nem. Nem, mert a... ugye a watt... vagy mi az ez, miről beszélünk? A teljesítmény az ugye a munka osztva az idővel. Ugye a munka az W, az idő az T. Hát most akkor ki vagyunk segítve. De egyébként ezt nem értem, tehát hogy a teljesítmény az SI, azt nem P-vel jelöljük? Ugye ez a kérdés, nem én írtam, úgyhogy... Hát kösz. No... Várjál. Azt teszem. Nem, mert azt hiszem, hogy az SI... De az is lehet, hogy teljesítmény. De biztos vagyok benne, hogy watt. Watt. A lóerő az... az erő, nem? Hát a nevében is benne van. Jó, legyen a watt. Egyszer élünk. B? Aha. Na lássuk. És az. Watt. 800 000 forint. Következik a 1,5 milliós szakasz kérdés. Hát kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a vége. Mennyit is vitt Csaba? Nem tudom már. Melyik híres festő vett részt az Andalúziai Kutya című film elkészítésében? Pablo Picasso, Salvador Dali, Marc Chagall esetleg, Henri Matisse. Tudod, mi volt Picasso teljes neve? Tudom, elmondtad a múltkor Skype-on. De mondd el, mert úgyis tudom, hogy ki kívánkozik. Tudom, hogy ki kívánkozik belőle, hogy mondjad. Halljuk, Henry. Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juana Pumuseno Crispin Crispiano de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz y Picasso. Iaz védó, pláne. Bocsa. Elnézést, csak megfulladok. Fogadj meg Istennek innoszt. No? Egyébként mi ellen, hogy egy játék közben halnék meg? Lenne nézettségem. Tényleg is, így feltetted YouTube-ra ilyen angol címmel, tudod, hogy minél többen nézzék. Kenri csúnyán elbukott címmel. Igen. No, tehát melyik híres festő vett részt az Andalúziai Kutya című film elkészítésében? Híres festő. Picasso, nem tudom, hogy Picasso részt vehetett-e. Mármint, hogy élte addig. Amikor igen, ez már igen. Hát igen, ez egy kérdéses. De ha így nézzük, akkor Salvador Dali valószínűleg igen. Viszont a Marc Chagall, illetve a Henri Matisse fogalmam nincs, kicsoda. Azt tudom, hogy Salvador Dali, ugye ő volt az a vicces bajszú ember. Igen, igen. Na, azt tudom, hogy ő részt vett filmek elkészítésében, de hogy ez ennyire egyszerű lenne, vagy... vagy hát van benne valami csalódás? Figyelj, hát nem tudom, figyelj, ez annak egyszerű, aki tudja. Ez mindig ilyen. Lehet, hogy egy rohadt nehéz kérdés. De egyébként, hogyha megkormom, hogy Salvador Dali, én elsősorban nem mint festőre gondolok rá, hanem mint ugye művészfilmekben, tehát művészfilmekhez kötöm, ugye a nevét. Az, hogy ebben részt vette, azt nem tudom. Van még egy feleződ. Nem, ne felezzük meg. Legyen a B. Maximum jó. Elbukod a 1,5 millát?
És marad 800 ezer? Vagy? Vagy megmarad! Másfél millió! Csak kérdezem, hogy ezt tudtad? Nem, fogalmam nem volt. De én is erre tippeltem volna egyébként. De ezt tudtad, hát, figyelj... hogy Salvador Dali ugye filmekben. Igen, azt tudtam. Ja, az megvan akkor. Azt nagyon azt tudtam. Most izgultam. Az alsó kettőt nem is ismertem egyébként, tehát. Megmondom őszintén, én sem. A növények mely családjába tartozik a lótuszvirág? Varázsdiófélék, vénuszhajfélék, tündérrózsafélék vagy liliomfélék. Legyél te is liliomos. Ó, de rossz. Viszont be kéne vágni, hogy egy ilyen hangeffektet, ez a tudunk. Csúnya vagy. Látod? Csúnya vagy. Miért? Dogi Andi videóját se láttad, amikor Dogi Andi volt a főszereplő. De láttam, csak szelektív a memóriám. Hát nagyon szelektív, mert ezzel kezdődött. Jó, ja, tényleg, tényleg. Elbakisztom a köszönést. No? Jó, ja, tényleg emlékszem. Emlékszem. Na, most csak ezt mondod. Nem, de tényleg emlékszem. Most, hogyha ez egy lótuszvirág, akkor nem a lótuszfélék családjába kéne, hogy tartozzam? Hát valószínűleg van egy tágabb gyűjtő családja, vagy nem tudom, gyűjtő neve, vagy kategória, érted? De ez nem a lótuszfélék, mert van ilyen, és ez egy család. Tehát ugye a növényeket hát úgy akkor rendszerezzük... ezek szerint... A növényeket úgy rendszerezzük, hogy nemzetség, család, rend, csoport, törzs, ország. De a lótuszfélék az egy család, tehát hogy annál már... Érted? Tehát, hogy nincs szűkebb, mert ugye a nemzetség az meg már maga a növény. Hát nem tudom. Nem tudom, majd adás utána jársz. Adás? Hát videó után. Na most az a baj, hogyha megfelezem, akkor sem leszek sokkal előrébb. De a dobókockád igen. Hú! Tényleg van egy dobókockám. Na látod. De mondom, hogy ez lótuszféléknek kéne, hogy... Vagy a lótusz az... Hogy néz ki egy lótusz? Az a vízi növény, nem? Ami ott lebeg ott nem, nem tudom. Nem értek a növényekhez, nem tudom. Azt tudom, hogy a tulipán hogy néz ki. Gratulálok. Köszönöm szépen. Tehát, hogy a lótusz az a szősz, ami így lebeg ott a vízen. Mint egy vízi... What? Mi ez szősz? Hát, ami itt lebeg a vízen. Úgy néz ki, mint egy vízi lilium. Lilium! Ó, lilium! Lilium? Most, hogyha erre most jól válaszolok, akkor ugyanannyit nyerek, mint az előzőben, ugye? Így van, az már 6 millió. Jó. Összesítve. Akkor én azt mondom, hogy felezzük meg, és hogyha a D bent marad, akkor a D-t jelölöm meg. Akkor a D-t jelölöm meg. Biztos? Igen. Atya Isten, ez bejön, 6 millió, és tündérrózsafélék, Kenry! Hát másfél millió. Van ilyen. 4,5 milliót nyertél összesítve. Azért nem volt ez rossz. Jó, elégedett vagyok ezzel. Na, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál ebben a második részben is. Hú. Nem maradtál szégyenben, tényleg semmilyen szinten nem maradtál szégyenben, nagyon szépen játszottál. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked a részvételt, kedves Kenry. Tehát 4,5 millió? Annyi. Ja, az. Na, nagyon szépen köszönöm még egyszer a részvételedet. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt az adást is, nagyon remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor lájkoljátok a videót és kommenteljetek alá valami szépet. Mondjuk írjátok azt oda minden egyes videója alá Kenrynek, hogy UFO fej! Na, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, sziasztok! Hey-ho!